Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai adásunkban bemutatjuk műsorunk új támogatóját, az Adai Agromerkur céget. A folytatásban foglalkozunk a műtrágya drágulásával, majd virágkertészetbe látogatunk, ahol már nagyban készülnek a közelgő ünnepekre. Előbb azonban tekintsük meg a legfrissebb terménytőzsdei híreket. A mezőgazdasági termelés gépi felszereltsége meghatározó fontosságú a gazdálkodás hatékonysága szempontjából. A mezőgazdasági gépeket két nagy csoportba szokás sorolni. Egyrészt az úgynevezett funkcionális géprendszerek csoportjába, amelyek egy-egy művelet például az öntözés végzéséhez kapcsolódnak valamennyi ágazatban. A másik a vertikális, vagyis az ágazati géprendszerek egy-egy termesztés és társtechnológiákhoz kapcsolódnak. A mezőgazdaság egyik sajátosságát éppen az adja, hogy viszonylag sok egy-egy funkcióra specializálódott gépi eszközzel rendelkezik. Az Adai Agromerkur vállalat kapcsolható mezőgazdasági eszközök gyártásában jeleskedik. Ada több évtizede jelentős gépgyártási szerepet tölt be térségünk gazdaságában. Helyben több mezőgazdasági gépeket és kapcsolható eszközöket gyártó nagyüzem működik. Egyikük a kapcsolható mezőgazdasági eszközök gyártásában jeleskedő Agromerkur nevet viselő vállalat. 1977-ben alakult, a szüleink alapították, akkor még mezőgazdasági gépekhez gyártottunk alkatrészeket, olyan 2000-2000-edik évtől kezdtük el gyártani a komplett mezőgépeket, és akkor voltunk először kiállításon egy géppel, a Betis előkészítővel. Utána, amikor már láttuk, hogy ez működik és van rá kereslet, akkor elkezdtünk gyártani többfajta terméket, most meg már körülbelül a 12-ediknél tartunk, hogy hát sok géptípus van, azon belül többfajta van, több opcióval, alkatrészekkel ellátva, ahogy a vevő kéri. Kizárólag csak a saját termékeinkkel foglalkozunk, és azokat gyártjuk. Melyik ezek a termékek? Mesélj nekünk egy picit arról a 12 termékről, hogy megismerjük őket. Igen, hát vannak a vetéselőkészítők, ahhoz tartozik kompaktor, germinátor, különféle germinátorok, mint félgerminátor, úgy is hívják. Akkor vannak a sorközekézők, mélytalajlazítók, akkor van olyan, hogy egy multikombinátor, ami egy teljes komplex gép, tehát, hogy van tárcsosor is rajta, mélytalajlazító is, Cambridge henger is, tehát, hogy ilyen egy gép három fajta terméktípussal vegyítve. Azon kívül vannak még tárcsák, szárvágógépek, szóval megtalálható nálunk körülbelül minden termékcsoport. A jelenleg közel 30 főt foglalkoztató cég termelésének felét a hazai piac kiszolgálása teszi ki, a többit pedig a széleskörű palettán mozgó külföldi piac vevőkörének kielégítése jelenti. Mennyire vagytok partnerek fizetés szempontjából abban, hogyha valaki mondjuk pályázat útján nyer bármilyen eszközt, hogy akkor meg tudja nálatok vásárolni? Igen, elég sok pályázónk van. Az sem nem probléma, tehát, hogy igyekszünk mindenkinek a kedvébe járni, tehát, hogy mindenkinek megfeleljen a fizetési módszer. Különböző módszereink vannak, az vevőtől is függ, banktól függ, vagy pályázattól függ. Inkább a külföldi piac az, ami nekünk a legtöbb munkát hozza, mint például Magyarország, Ausztria, Makedónia, Horvátország, Bulgária, tehát azért több országban is jelen vagyunk. Az így gyártott bizonyos géprendszerek egész műveleti sorokat lefednek, míg mások inkább a kiegészítő eszközök cserélhetőségével a felhasználhatóság sokféleségét igyekeznek növelni. Az Agromerkur által minőségileg megbízható, időtálló eszközeik több nívós díjat érdemeltek ki a különböző neves mezőgazdasági vásárokon és kiállításokon, mint például az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár, vagy akár a Hannoveri kiállítás. Elő.
Elérkezett az őszi vetés időszaka. A munkálatok már javában zajlanak a földeken. Előtte azonban szükség van a talaj előkészítésére, vagyis a trágyázásra. A nitrogén alapú műtrágya ára azonban az egekbe szökött. Jelenleg mintegy 110 dináros kilogrammonkénti áron lehet megvásárolni. Mindemellett a műtrágya beszerzésével is akadnak gondok. Csömöre Ernő épp földjét trágyázta, most istálló trágyát használ, viszont szüksége lesz műtrágyára is a gazdaságában. A mostani árak mellett azonban még nem vásárolta meg a szükséges mennyiséget, egyelőre azt használja, ami korábbról megmaradt. 25 ezer dinár értékben kellene vásárolnia, ami csak egy holdra elegendő. Ő 6 holdföldön gazdálkodik, emellett bír el is szántóföldeket. Most, hogy így megdrágult, magam sem tudom, hogy mi lesz. Mert egyszerűen annyira drága, hogy nem fogjuk tudni használni. Vagy nagyon minimálisat. Kellene alaptrágya legalább holdjára, olyan 100-150 kiló fejtrágya, minimum 100 kiló kellene. És az, ha most belejönne az 5 ezer dinár körű holdjára. És akkor nagyon meggondolandó, hogy használjuk-e vagy ne. Ilyen árak mellett, ami most várható ránk, szerintem meg a ilyen száraz esztendők lesznek, akkor egyáltalán nem fogja megérni, mert inkább ráfizetésünk van, mint jövedelmünk. Az időjárás sem kedvezett a mezőgazdaságban dolgozóknak. A tavasz hideg volt, a nyár száraz. Ez mellé az árak is emelkedtek. A vetőmag a vegyszerek után a műtrágya ára szinte az egekbe szökött. Jövedelmük pedig nincs több, és a termés átlagok is alacsonyabbak lettek idén, mondják a gazdák. Hozzávetőlegesen ugyanannyi pénzt kapunk hektár vagy hold után, mint az előző években. Kultúrától is függően minimális különbségek vannak az idén, tehát amitből kevesebb termet, kicsit magasabb az ára, és kontra. A jövő igen, az egy nagy kérdés, tehát itt tudja mindenki, műtrágya árak 3-4-szeresére nőtek, és még nincs vége sajnos, az üzemanyag ár is megindult felfelé, eddig se volt olcsó, valamint egy nagy probléma a vajdasági termelőknek a támogatás hiánya. Mint tudjuk, a műtrágya az egy nem csak nálunk globális szinten probléma. A műtrágya hirtelen nem várt módon is drasztikusan megdrágult. A tavaszi árakhoz képest egyes műtrágyafajták ára megduplázódott, míg van, amelyik ára a háromszorosára nőtt. A forgalmazók azt mondják, egyes nagykereskedések teljesen leállították a műtrágya eladást, és várnak tavaszig, illetve arra, hogy stabilizálódjon a helyzet a piacon. Tapasztalataik azt mutatják, hogy a tőkeerős nagy gazdaságok megvásárolják a jelenlegi árak mellett is, mert muszáj. Viszont a kistermelők nem feltétlenül fektetnek műtrágyába, megvárják az árcsökkenést. Az NPK alapú műtrágya kilogramja 70-80 dinárba kerül most. A nitrogén alapú műtrágya ára pedig megháromszorozódott, 37-38 dinárról 105-110 dinárra ugrott. A kereskedők szerint a földgáz árának megemelkedése miatt következett be a műtrágya drágulása. De nem csak az ára a probléma, beszerezni is egyre nehezebb. Magyarországon egyre inkább leállnak a műtrágyagyárak. Szerbiában Sabacon állítanak elő műtrágyát, de a környező országokból is érkezik import. A szerbiai üzleteknek, illetve a beszerzőknek még vannak tartalékaik, de ahogy fogynak, úgy emelkednek az árak, mondják a kereskedők. Műtrágyát úgy lehet jelenleg a gyárból vásárolni, hogy ma befizeti az ember, és majd november végére legyártsák, ugyanis az alapanyagoknak a világpiacon az ára nagyon fölment, és félő, tehát a műtrágyárak nem véletlenül álltak le Magyarországon, félő, hogy vissza fognak zuhanni az árak, és ezért nem mernek az ottani tulajdonosok se befektetni, inkább becsukták a gyárat egy bizonyos időre. Úgyhogy itt igencsak bizonytalan lenne bármilyen jóslatokba is belebocsátkozni, ugyanis buzának is az ára aratás után úgy volt, hogy lefelé megy, fölment az ára, tehát itt világpiaci con óriási nagy a zavargás, úgy a termények, mind az input anyagok körében. Az ár még tovább is emelkedhet, vélik a forgalmazók. Szerintük januárban éri el a legmagasabb árat. Abban bíznak, hogy tavasszal normalizálódik majd a helyzet.
Szerencsére az ősznek is megvannak a maga szépségei, ilyenek például a színpompás krizantémok. A kertészetek már felkészültek a közelgő ünnepekre is. De mi az ajánlás azok számára, akik kertjükben szeretnék gondozni ezt a fajta virágot, ami akár 5-6 éven keresztül is díszítheti udvarunkat az őszi időszakban? Stábunk ennek járt utána. Aki betért Tótfaluba, és akár csak elhalad Dukai Tivadarék kertészete mellett, azt mindig színpompás virágok meg annyi sora fogadja. Évszaknak megfelelően szinte minden kapható náluk, jelenleg pedig igazi krizantém tenger fogadja a vásárlókat. A palántákat még tavasszal el kell ültetni, és aztán egész éven át gondozni, hogy virágba boruljanak. Eléggé munkás dolog, ültetjük valamikor májusban palántáról, cserepezzük, kirakjuk, utána ezt a tüskéket beleszurkáljuk, vagy kézzel öntözünk ki, hogy, de ez így egyszerűbb, hogyha automatizáljuk a locsolást, az öntözést. Persze azt is kell felügyelni, van növényvédelem, mert támadja bizonyos inszekt, támadhatja gomba, támadhatja minden más, mint bármelyik növényt. Kicsit részletesebben erről, hogy hogyan is kell védeni a növényt, milyen készítményekkel, milyen szerekkel. Hát én most neveket nem mondanék a permet szerekről, de tulajdonképpen itt, ami legjobban támadja egy a sok közül, a bagolylepke lárvája. Az a barnázöldes kukac, amit minden megrág. Erre vannak bizonyos készítmények, többé-kevésbé hatásosak is, bár ahogy az EU egyre jobban betiltja a jószereket, úgy nehéz jószer találni, ezeket megvédeni, de még azért akad a mezőpatikákban, ez az. És azt rendszerességgel figyelni kell, hogyha valamit talál az ember, ha látja, hogy van rajta, akkor bizony permetezni kell. Az idei időjárás mennyire kedvezett a krizantémoknak? Azt nem mondhatnánk, hogy kedvezett semminek se. Tudjuk, hogy hatalmas szárazság volt az idén. Ez egy borzasztó, júniusban kezdődött egy nagy szárazság, hát rengeteget locsoltunk. Túlélték, de szenvedett a növény. Sokat szenvedett, végül is túlélte. Egy erős növény a krizantém, ami túléli ezt a szárazságot, nedvességet, mindent. De észrevettük rajta azért, hogy nagyon nehezen fejlődött a nyári periódusban. Dukai Tivadarék kertészetéből a krizantémokat elsősorban a temetőkbe viszik az emberek, de sokan vannak, akik otthoni kertjüket is ezzel a virággal díszítik. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan is kell gondozni a sokszínű virágot. A temetőbe kiviszik, ott általában magára van hagyva, meg kellene öntözni, főleg, hogyha a temető kőlapjára van rátéve, azért kellene locsolni. De viszont vannak olyan sírok, amelyek nem fedettek, ott el lehet ültetni is. Akár kivenni ebből a cseréből, beöntözni egy pár alkalommal, és meg tud maradni a krizantém. Tehát akár 5-6 évet is túléli önmagát, hogyha jó sikerül elültetni. Persze ehhez kell jó talaj is ott a síron, hogy legyen. Most ez nem mindenütt adott, nem mindig sikerül, de bár kertekbe is el lehet ültetni, akkor van itt egy másik tanács, amit én szoktam mondani az én kedves vevőimnek, hogy ezt júliusban vissza lehet vágni, vissza lehet egy közönséges ollóval ilyen labdanagyságra vágni, és ott bedúsul újra. Tehát az jót tesz neked, ha visszakurtítjuk a lombját. Tehát akkor amennyiben otthon ültetjük el, milyen gondozást igényel a téli időszakban, hetente hányszor kell locsolnunk? A téli időszakban el fog aludni, el fog száradni ez a lombja, ez a virág, ez jön egy fagy, tehát a gyökere az marad. Meg lehet öntözni néhány alkalommal, hogy ne száradjon ki, mint a puskapor. Hát éltetni kell valahol, de télen nem igényel különösebb gondozást, hanem tavasszal mondom, amikor már indul, akkor esetleg ezt a leszáradt gajakat, ágakat, ez egy olyan kórószerűsége, azt le kell tisztítani. Ha nem tisztítják le, akkor is ki tud belőle nőni, de így szebb lesz. És mondom, július hónap folyamán vissza lehet vágni egy kis futballlabdára, kézilabdanagyságra, akkor fog igazából szép kerek lenni. Nem történik meg az, hogy felsöprűsödik a krizantém, biztos láttuk olyan magas krizantémokat, arra nincs szükség. Ha szépet akarnak, akkor vissza kell vágni. Van-e olyan fajta vagy szín, amit esetleg jobban kedvelnek a vásárlók? Most nálunk ez a minden szentekre, amit időzítgetünk, itt a sárga és a fehér a leginkább menő, ez a talán az ünnephez, vagy a halottainkhoz legjobban ez passzol. Kérnek valamennyi bordót is, férfi népségre van olyan, aki éppen bordót kér, de a meghatározó a fehér és a sárga. A tótfalusi kertészetben a következő szezonra is készülnek már, a kankalin palánták már nevelkednek a fóliasátrakban, de addig is pár hétig még biztosan kapható lesz a krizantém, sőt az árvácska is. Alacsony az alma felvásárlási ára. A termelők azt mondják, ennyi pénzért nem éri meg külföldre szállítani.
Az időjárási viszontagságok miatt később ért be a termés, azonban a mennyiség szempontjából nincs nagyobb probléma, mondják a gazdák. A gond inkább az, hogy egyre kevesebben vásárolják fel, alacsony az export. Zorán Keszerovics egyetemi tanára, a gyümölcstermesztés egyik legkimagaslóbb hazai szakértője a szerb sajtójnak úgy nyilatkozott, hogy számottevő nehézségek lesznek az értékesítésben. Kiemelte, csak a jó minőségű almatermesztők számíthatnak piaci eredményekre, valamint kielégítő árra. Keszerovics hangsúlyozta, hogy a gazdák számára súlyosbító körülmény, hogy ebből a gyümölcsből az idén magas a hozam Európa legnagyobb almatermesztő országaiban. Az Európai Unióban a teljes produkció várhatóan 11,3 millió tonna körül lesz, ami 10%-kal több, mint tavaly. A szakértő szerint a gazdáknak Afrika és Ázsia felé kellene fordulniuk. Ha pedig Szerbiában áttérnek a termelés integrált modelljére, akkor az európai piac sem lesz elérhetetlen. Idén 50 ezer tonna málnát takarítottak be Szerbiában, ami lényegesen kevesebb az előző évekhez képest. Nem csak az országban, a világpiacon is málna hiány van. Franciaországban például mintegy 15 ezer tonna, jelenti a szerb sajtó. A hazai terméskiesésre kihatott a viszontagságos időjárás és a munkaerőhiány is. Ugyanakkor emelkedett a terményára is a szállítási költségek is. Jelenleg az exportőröknek körülbelül 23 ezer dollár kell fizetniük egy konténer fagyasztott gyümölcsért, hogy az Amerikába érjen. Ilyen körülmények között az európai piac a legstabilabb megoldás, vélik a szakértők. Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat visszanézhetik a www.pannonrtv.com oldalon. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal és érdekességekkel. Viszontlátásra!